Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt az első szponzor videó, az Ultimate e bike kal közös projekt, ugyanis ingyen megkaptam a három x t volt róluk már két videó, én nem tartom egy rossz konstrukciónak, csak hát az a baj, hogy nem tudom mi van a leírásban, 120 kg-ig bírja az embereket, igen, a váz, de az elektronika nem, és nálam két fő szabály van, hogy egy motoros rollert nem veszünk, és a két motoros rollert sem használod egy motorral, mert vagy a motor fog elfűni, vagy pedig a vezérlő, vagy pedig a motorkábel. Mindenki vésse az eszébe, hogyha 80 kg fölött van, nem vesz egy motoros rollert, és a két motoros rollerét sem fogja használni egy motorral. Na szóval, tehát megkaptam ezeket, és arra a döntésre jutottam, hogy kapnak sok ledet, nagy gumit, meg egyéb finomságokat. Három darab van, az még teljesen gyári, elneveztem céges rollernek, még nem kotlott meg alattam, mondjuk 80 kg vagyok, meg csak síkterepen használom, vagy 5 utcára. Ezzel már elkezdtem foglalkozni, és majd ott van a háttérben egy fehérre fújatott, ami a zöld volt, az nagyon nem tetszett az a szín árnyalat, és ezzel annyi történt, mint láthatjátok, hogy megkapta a 11 szolos gumit, elől is, hátul is, ugye csak ekkora volt, látható a különbség. A Kogo g Boosteren is ugyanez a gumi van, annak is hat és feles a felnéje, tehát rámegy a 90 6,5-ös gumi, meg a 110-es is. És ehhez annyi módosítást kellett csinálni, hogy innen le kellett vágni a villáról a sárvédőtartó tartó fület, és teljesen jól elfér a kerék, semmiben nem fog belerugózni. Ugye ezek hátul rejtett rugókat tartalmaznak, két darabot itt a lapítóba olyan, mint például a Kugó s vagy az Itvónál. Hátsó villa. Ezt a fület kellett levágni. A másik dolog az, hogy mind a két Fék a jobb oldalt helyezkedik el, ami azt eredményezi, hogy fordított fék van rajta, mint amit szoktunk felrakni. Ugye a rendes roller elrendezés rendes, kinek mi a rendes, hogy bal hátul van a fék és jobb belől. Itt hiába van jobb belől a fék, függőlegesen áll, nem pedig vízszintesen, és ezért át kellett fordítani a motort, tehát a féktárcsa lenne a jobb felén, ezáltal megfordul a menetirány. Szóval, hogyha gyári vezérlőt használsz, akkor trükközni kell, és a fül simán átmegy, ugyanis megvannak a furatok neki, a féktartó fül, itt semmi probléma nincsen. Elől megvan a furat, viszont nincs benne menet. Erről posztoltam is képet a csoportomba, ugye a videó alatt mindenki meg tudja találni mind a kettőt, és a Lidli bevásárolt 4500 forintos menetfúróval, vagy vágóval, a kézivel olyan gyönyörűen ki lehetett fúrni, mert a lukát mérő teljesen jó volt, úgyhogy igazából itt ennyi probléma volt. Plusz még, volt egy Mantis első felni, és most nem tudok közelebb menni a gopro -val. ha látjátok, a féktárcsa mögött van egy távtartó pogácsa, mert az x fék belső fele beleérne a felnibe, és akkor kellett alkalmazni egy ilyen távtartó pogácsát. Ők ezt úgy csinálták meg, hogy ennek a féknek itt sokkal vastagabb a belseje, nem a felnőnél távtartóztak, hanem maga a fék vastagabb. Aliexpressről azt hiszem 7,5 mm vastag az a pogár, csak kemény 1000 forint. Rendeltem is még belőle, van egy csomó színben. És akkor így most már normálisnak mondható fék van rajta, mert ez a leggagyibnál, leggagyibnál egyen jobb, ugye a leggagyibb meg ott van a vészet 9 pluszon. Arról is majd lesz videó, az is ultimate közös projekt. Szóval itt ennyi volt, talán még valami fekete féktárcsát kap, bár nem hiszem. És ehhez a művelethez nem volt elég hosszú a gyári fékbóv, de, de hát volt itthon. És már nem emlékszem, előtt talán 115 van, hosszú hátul meg már fogalmam Sincsem, de az a lényeg, hogy bicikliboltban 1000 forint egy darab méretre vágott bóvdán, házzal együtt, azt valahogy így vettem legutoljára, ugye helytől is függ, és ha mindenből 10 centivel hosszabbat használsz, akkor annak már elégnek kell lennie, de brutál, hogy mennyi dobot csak az rajta, hogy egy nagyobb gumi van rajta, ugye, és ez még csak nem is a 110 széles, hanem a 90-es, bár a 110-est is elnyelni legalábbis hátul, és a legfontosabb az az, hogy mivel nagyobb a gumi, ezért nem is tudom, egy vagy két centivel közelebb került ehhez a részhez. Én megugráltam a 80 kilommal, de nem ér bele, szerencsére még lehet itt keményíteni a rugókon, mert nem én már monorim miatt estem pofára, hogy a sárvédő itt volt a gyári helyén a monorimnak, ugye ez igazából egy az egyben monorim, és jöttem le a fekvőrendőről 15-tel, és belerugózott a kerék a sárvédőbe, és megsatúzta. Volt egy jó kis pofárás, és utána Gábor bejelentette, hogy elfelejtett adni V2-es sárvédő felfogatót, amivel már nincs ez a probléma. Na mindegy és akkor szerintem marad a gyári ezt még nem próbáltam ki, abba teljesen jó, és akkor van még egy akú, ami szerintem halott. Itt láthatjátok, hogy tesztre már összeraktam, vettem hozzá KT kontrollert, ami azt hiszem Kunteng, valami ilyesmi hülye neve van, egész jó cucc, és van hozzá ilyen vezérlő tartó doboz is, ami keményen volt, vagy 1500 forint. Ú, egy kézzel ezt finom lesz, de nem akarom letenni a kamerát. Mármire kapja az áramot. És ebbe azt tetszett meg, hogy ilyen szép kijelzője van, és tök jól beállítható, ritka, ami ennyi mindent tud. Viszont nem tanítható a vezérlő, ami azt jelenti, hogy nekem kell szórakozni. Itt három vezetékkel, és itt is három vezetékkel. Nem is tudom hány kombináció van, de szerintem 50 fölött. És még nem találtam meg azt a verziót, aminél nem morog a motor. És nagyon-nagyon morog. Szerencsére tud a vezérlő szenzor lesz módot is, tehát ha a szenzor nélküli Módot úgy kevésbé morog, úgy viszont az elféknek van. Hülye hangja, és tényleg már két napot beleöltem abba, hogy keresem azt a kombinációt, amivel nem morog a motor, mert ha színhelyesen dugom össze, akkor működni működik, de egy kicsit ilyen darálós hangja van, szerintem mindenki hallott már ilyet. A Kugó G2 Pro-nak is ilyen hangja van, eléggé zavaró, mert a gyári vezérlővel olyan csendes, semmi hangja nincsen. És pont tegnap este még szórakoztam. Itt vannak a kibelezett cuccok, amik kijöttek belőle. Ez egy leégett vezérlő, és pont tegnap néztem, hogy én meg voltam győződve arról, hogy az oldalvilágítás és a lámpák 48 voltosak, de itt miközben akartam kivágni a kábeleket, mert hogy ezek a dugók aranyat érnek, előjött belőle egy 12 voltos konverter, legalábbis szerintem 12 voltos ez a konverter, mert valami ilyesmi van a Google G-Boosterbe is, és én úgy szoktam legelőször megnézni egy halottnak ítélt vezérlőt, hogy dióda mérésen, én szakadás mérésnek hívom. A multiméteren ide bedugom az egyik tüskét, ide a másikat, és a sípol, akkor jó eséllyel rossz a vezérlő. Egyszer már végignéztem, és akkor van itt még két vezérlőpont, nem ez volt szétszedve, hanem azt hiszem ez. Hát most nem tudom, hogy Hol van, de itt vannak. Én azt hittem, hogy hideg katódos, de van benne egy szallag, ugye ez az oldalvilágítás, és ja, van a kábelen a másik. És azt hittem, hogy ezek is rosszak, mert ezáltal le volt tiltva az aku, és multiméterrel adott még ki akufest. Viszont ha kis terhelést kapott, akkor rögtön betiltott az aku. Egy két órát töltöttem, és most úgy tűnik, hogy jó az az aku. A harmadikat szerintem nem lehet megmenteni. És még este gyorsan rájuk próbáltam, és úgy megörültem, hogy működnek, mert akkor nem kell szórakoznom a KT-kontrollerrel, pedig szeretném azt az LCD kijelzőt de úgy döntöttem, hogy most a fekete nem kapja meg, és majd később szórakozok vele. Szóval ezek működnek, és nekem nincs is bajom ezzel a kijelzős fékkalral, de nem aludt a kis ördög. A vészet kijelzőnek is hat pines a csatlakozója. Rádugtam a még működőre és bekapcsolt vele, ugye kérte a kártyát, bekapcsolt, kiírta, hogy error 10, ami azt jelenti, hogy kommunikációs hiba, amit nem lehet átállítani sajnos a vészet kijelzőbe, fix protokollos pedig tud vagy öt fajtát, nem tudom, hogy lehetne feloldani, nem is az a lényeg, itt már látjátok, hogy kiszedtem belőle a kábelt, mert amint megfúztam a fékkar, csak egy kicsit, hogy megnézem, hogy fölgyúl, de az fékikon, ennek így reszeltek, mínusz 22 ezer forint ugyanis annyi Aliexpressen, mindegy, nem baj, mert ő is rossz volt a vészet vezérlője, úgyhogy esélytelen, hogy vegyek új vészet vezérlőt az Aliexpressről, minek úgy is leég az összes abba is. Na szóval ezek működnek, nem is lényeg, hogy száguldozzon, egy ilyen jó kinéző csicsa roller lesz. Úgyhogy ezeket visszarakom, és kap szép kis díszítést, még annyit kell megoldanom, hogy legyen valami láptáva szit, hogy ne az legyen, hogy itt ledorálod a saját sarkadat. És ezen csak kihülyeskedem magam, lesz egy összképe, viszont a világ megváltó, az majd a fehér váz lesz. És olyan félérekért lefújták, hogy még adtam volna rá egy 15 ezret a festőnek, le van szinterezve, ezek csak egy kis szöszök. Elvileg gyöngyházfehéret kértem, hát nálam nem ez a gyöngyházfehér, ez abban merült ki, hogy ilyen csillám darabkák vannak benne. De mindegy, lesz egy ilyen albino fehér roller ebből, és akkor még ami teljesen gyári, arról fogalmam sincsen, hogy marad-e feketén, vagy pedig kap valami jó kis UV-naranyszint, előbb meglátjuk, hogy ez hogy sikerül, és a másik hogy sikerül, vagy pedig lesz egy két motoros, amit annyira nem akarok, mert igazából nincsen értelme egy ilyen kis rollert két motorozni. Abból a szempontból lenne jó, hogy az egy motoros rollerek olyan szinten gyengék, hogy tudod, hogy egy csomószor még mondjuk átérnél, egy jobbkezes utcánál, de aztán várnod kell egy nagyobb autós szünetig, mert nincs benne annyi nyomaték, hogy hirtelen fölgyorsuljon, de ha lesz is két motoros, akkor megmaradna egy vázam, amit egyáltalán nem akarok. Most az volt a lényeg, hogy elmagyarázzam, hogy föl lehet tenni a másik oldalra is a féket, és mi ennek a menete, mert kérdeztétek egy hárman, négyen Facebookon meg videó alatt, és akkor nem akartam őket megváratni. Én külön örülök az ilyen projekteknek, ami most az ultimate folyik, mert lényegében nem sokat kell költeni a cuccokra, hanem tényleg, hogyha olyan, akkor elkérhetem és megkaphatom. Erre is 8000 forint volt a gumi belsővel, vagy 9000 forint, és eddig ott tartunk, hogy vettem egy vezérlőt rá, kemény 35000 forintért, ahol a szép színes lcd -kijelzővel, de még nem adtam fel, hogy kitalálom a kiosztást, remélem egyszer sikerül majd a következő X-kúteren ide-oldalra. Ledeket terveztem hátra-előre, valami világítást, és a szokásos fénycsöveket a kormányra, ami szerintem RGB lesz, mert nem olyan tempós ez a roller, hogy indexet kelljen rá tenni, és nem éreztem semmilyen irányú késztetést, hogy közúton közlekedjek ebben 35 40 -nel. Szóval csak egy ilyen jól kinéző roller lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek, és voltam.